Megérkeztem nagy nehezen. Adrien, hol vagy Adrien? Hát te már reggel óta írok azt, hogy jössz. Hello Adrien, te vagy? Szia! Hello! Az eső ellenére is kilátogattak az egriek a Gárdonyi térre ma reggel, ahol a Rádió 1 ébresztő műsora a Balázsék várta az ébredni és játszani vágyókat. Rengeteg játékkal, értékes nyereményekkel készültek az egrieknek is, hiszen az 5 állomásos roadshow 4. állomása volt városunk. Mióta a 3 ismert rádió Sebestyén Balázs, Vadon Jani és Rákóczi Feri a Rádió 1 médiumot erősíti reggeli műsorával, azóta most voltak először Egerben, ahol június eleje óta 101.3-as frekvencián sugároznak. A kitelepülések hangulatát mindig az ott lévő emberek, tehát ti saját magatok adjátok meg. Hogy lenézel a színpadról, az üvegstúdióból, kirohansz és találsz egy helyi valakit, akiből már látod, hogy lehet valamit csinálni, mert olyan figura, és akkor az igazi savaborsát azt a helyi közönség tudja megadni a helyi adásnak. A népszerű reggeli műsor rádiósai számos alkalommal segítettek már rászoruló családoknak, gyűjtöttek inkubátorra, vénaszkennerre és terjeszoba építésére is. Amikor az ember már mondjuk hosszú idő óta a médiában dolgozik, és nagyon-nagyon sok emberhez jut el a hangja, akkor nem csak lehetőségeink vannak, hanem kötelességeink is. És ezeket a kötelességeket, vagy kötelezettségeket, ezeket az emberek időről időre teljesítenie kell, meg illik. Segítenünk kell ott, ahol rászorulók vannak. És hál' Istennek egyébként abban mind a hárman és az egész a műsor egész stábja egyetért, hogy időről időre tényleg fel kell karolnunk olyan ügyeket, amikkel olyan embereknek tudunk segítőkezet nyújtani, akik rászorulnak. A környezettudatosságot is fontosnak tartja a műsorvezető, ezért is csatlakoztak a Teszed akcióhoz. A roadshow szeptember 18-a és 22-e közötti állomásai Pécs, Sopron, Székesfehérvár, Eger és végül Debrecen, ahová városunkból mennek tovább.